Lassan indult be a buli a délutáni hőség miatt, de pillanatok alatt megtelt a Berda József és a Temesvári sarkán lévő terület. Elsősorban a környéken élők számára rendezték ezt a júniálist, a felzárkózás segíteni hivatott újpesti VECOP program keretében. Az itt lévő embereket szeretnénk meghívni egy közös kültéri rendezvényre, egy közös együttlétre. Elhívtuk a Madarak buli zenekart, hogy legyen jó hangulat. Vannak kültéri játékok, lehet társasozni, sárkányt röptetni, és van egy vizes játszó a gyerekeknek, és megjelent az Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület, aki szintén dolgozik ebben az Újpest kapuja nevezetű VECOP projektben. A szociális munkások folyamatosan járják a környéket. Nem mindegyik lakásban komfortosak a körülmények, de az ilyen programok alkalmasak arra, hogy a családok egy délutánra kikapcsolódjanak zenével, tánccal, játékkal. Itt lakunk, igen, a környéken, és hát főleg a gyerekek miatt jöttünk ki. Hogy tetszenek a programok? Mik a terve? A zenekart is, meg a vizet a kis hajókhoz. A gyerekek a játékok miatt szerettek volna eljönni mindenképpen. És tovább is maradnak majd? Meglátjuk, hogy mennyire bírják itt a napon, mert egyelőre kókadoznak a melegtől. Pikács Jászmint keresztanyja hozta el. Ez volt a tanévzáró utáni jutalomprogram. Nagyon szereti, ő társasági lény. Ő most ment át másodikba elsőből, nagyon szép átlaggal, és megérdemelte, hogy eljöjjünk most egy picit. Vége a sulinak, és kikapcsolódni jöttünk, mert hát már itt van a nyári szünet, és hát ezért jöttünk ide, mert már szerettünk volna kicsit kettesbe lenni. A rendezvényen lehetőség volt TB ügyintézésre is, amit igénybe is vettek. 85 adag meleg ételt osztottak ki a szervezők. A juniális este 8 órakor ért véget.